az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Imádkozzunk! Mindenható Isten, mennyei Atyám, Te szeretettel gondoskodtál egyházadról, és megígérted, hogy hűséges lelkipásztorokat küldesz híveid vezetésére, ha bizalommal kérünk téged. Könyörgünk hozzá, készítsd föl a te szolgálatodra az északi egyházkerület újonnan megválasztott püspökét is. Add igédet szívébe és ajkára, hogy igazán hirdesse közöttünk igédet, hogy a te beszéded incsen, tanítson és térítsen, vigasztaljon, erősítsen és egyesítsen minket, és épüljön közöttünk a te szent egyházad, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úrban, egybe gyülekeztünk Isten szent házába, hogy Isten igéjével és imádsággal beiktassuk hivatalába Szebik Imre testvérünket, akit az északi egyházkerület gyülekezetei püspökké választottak. Hallgassátok meg azt a szent igét, amelyet erre az ünnepi alkalomra választottam. Megírva találjuk azt János evangéliuma 21. fejezetében, a 15-től a 17. versig a következőképpen. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon Jóna fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Az pedig így felelt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus azt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította, Simon Jóna fia, szeretsz-e engem? Az ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre azt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Ezért azt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus azt mondta neki, legeltesd az én juhaim. Ez a mai szent ige. Keresztény gyülekezet, testvéreim Jézus Krisztusban, kedves szolgatársam! Mai ünnepünk fényét és melegét az adja meg, hogy ebben a zsúfolt budavári templomban s az ország minden részéből ezrek és tízezrek imádsága és szeretete fordul ma feléd. Egyszerű hívek, presbiterek, lelkésztestvérek várakozása és bizalma vesz körül. A hazai egyházak és az ökumené képviselőinek körében indulsz el püspöki szolgálatodra. De a mai ünnepen a döntő és a lényeges mégis az, hogy Jézus Krisztus az egyház feje és ura fordul most hozzád, igéjén keresztül, láthatatlanul. És ő maga kérdez meg téged, és küld el téged a szent szolgálatra egyházában. Ketten álltak szemben egymással a Genezáret-tó partján 2000 évvel ezelőtt azon a reggelen. A föltámadott Jézus és Simon Péter a tanítvány. Háromszor hangzik el Jézus kérdése, Simon Jóna fia, szeretsz-e engem?
és háromszor hangzik el a megbízás is. Legeltesd az én bárányaimat, őrizd az én juhaimat, legeltesd az én juhaimat. Minden püspök iktatásnál ugyanez történik meg, csak a helyzet más, az idő és a hely más mindig. És ma az ad különleges színt ennek a püspök iktatásnak, hogy a föltámadott küldő szava az északi egyházkerület hatalmas nyájára vonatkozik. 137 anyagyülekezetre, több ezer szórványra, és sok ezer a nyájtól elszakadt kallódó lélekre. A 20. század végén egy történelmi nagy átalakulásnak az időszakában. Ember fölöttinek látszik a megbízatás, még akkor is, ha a püspöki szolgálatban hűséges pásztorok, gyülekezeti munkatársak állnak majd melletted. Hogyan végezhetem el ezt a szolgálatot? Alkalmas vagyok-e a püspöki szolgálatra Krisztus egyházában? Mielőtt erről az alkalmasságról szólnánk, annak erőforrásáról beszélnénk. Hadd szóljak Jézus igéje alapján a püspöki szolgálat tartalmáról három lényeges vonásában. Először is a mai igéből világos az, hogy a püspök tisztsége a pásztor szolgálata. Tehát a püspök a nyájért van. Ha nem lenne a nyáj, nem lenne szükség a pásztorra sem. És ez a nyáj, amelyet most Tereád bíz az egyház ura, fölmérhetetlenül értékes az egyház népe, emberek ezrei, tízezrei, szolgatársak sokasága. Közülük csak egyetlen kisgyermek is mérhetetlenül drágább a világ minden kincsénél. És ezeknek a szolgálatokra bízottaknak a földi és örök sorsa megfordul majd a te pásztori szolgálatodon, annak hűségén és teljességén is. Mérhetetlen, szinte alig elviselhető a felelősség, hiszen ők, a reád bizott nyáj, azok a bárányok és juhok, akikért Jézus a vérét ontotta a Golgotai kereszten. A reád bizott nyáj az ő drága áron megváltott nyáj. Fel tudjuk-e igazán mérni, lelki pásztorok, püspökök, az egyház szolgálattevői, a reánk bízott szolgálat mérhetetlen súlyát és felelősségét? Másodszor, a püspök feladata Jézus igéje szerint a nyáj legeltetése. Ott a bibliai földeken Jézus idejében ez azt jelentette, a pásztor munkája az volt, hogy a juhok ne a terméketlen kősivatagban tévelyegjenek, hanem zöld füvet és friss forrásvizet találjanak naponként. Ezer és millió gondja terhe van ma a püspöki szolgálatnak. De az igazán fontos az, hogy az egyház szolgálatodra bízott részében gondod legyen a nyáj igazi táplálására, Isten igéjével, a keresztség és az úrvacsora kiszolgáltatásával. A püspök tiszte felügyelni arra, hogy egyház kerületében hangozzék mindenütt Isten szent törvénye és megbocsátó szeretetének legszentebb evangéliuma. Ige hirdetésekben, bibliaórákon, hittanórákon, családi otthonokban, a sírpartján, a pásztori szolgálat minden alkalmán. Jézus a mai igében külön említi a bárányokat, tá árnia. Ha ez az ige ezt említi, ezzel külön is a szívedre helyezi, kedves szolgatársam,
a gyermekeket és a fiatalokat a juhok között. Legyen reájuk a bárányokra, külön is gondod püspöki szolgálatodban. Harmadszor Jézus ma azt a feladatot bízza rád, őrizd az én juhaimat. A püspök különleges feladata a nyáj, az egyház népe egységének és testvéri közösségének az őrzése. Ha egy juh vagy néhány juh elszakad a nyájtól, előbb-utóbb éhen pusztul a judeai pusztaságban. A nyájból kiszakadt juhok, a nyáj csoportokra szakadozása és szétszéledése végzetes veszély mindig, de különösen a farkasok hordái között a pusztában. Csak együtt van élete és jövője Krisztus nyájának is. Testvérem, halld meg a főpásztor szavát, őrizd az én juhaimat. Erre a szolgálatra a Krisztussal való közösség és az egymással való közösség szolgálatára hív ma el téged az egyház ura és pásztora, kedves testvére. És most forduljunk a másik döntő kérdés felé. Mi az alapja és erőforrás az ilyen nagy és nehéz püspöki szolgálatnak? Jézus csodálatra méltó didaktikával vezeti rá Simon Pétert, a reábízott apostoli szolgálat kimeríthetetlen erőforrására. Háromszor egymás után megkérdezi tőle, Simon Jóna fia, szeretsz-e engem? Mi van e mögött a háromszor ismételt kérdés mögött? Jézus ezzel egyfelől tudatossá akarja tenni Péter és minden utódja előtt, hogy a pásztori szolgálat szíve, veleje, a szeretet ő iránta, a föltétlen hit és bizalom Jézus iránt. Csak az szeretheti a nyájat, sok kudarca, bánata, önmagában és másokban való keserű csalódásai ellenére is, aki szíve mélyéből szereti Jézust. A püspök szolgálatának mély és rejtett erőforrása mindig ez a szeretet Jézus iránt, a hit állandó belső kapcsolata, a föltámadotta. A hármas kérdés másfelől Jézus végtelenül szelíd emlékeztetése Simon Péter számára, hogy nem sokkal előbb háromszor tagadta meg őt. Péter végül is ráeszmél erre. A harmadik kérdés után elszomorodott szívében, halljuk az ige szerint. De a bűnbánat szomorúságával mégis tudott így válaszolni, Uram, te mindent tudsz, azt is, hogy gyarló bűnös vagyok, de azt is, hogy szeretet és hit van bennem irántad. És erre kapja Péter Jézustól a hihetetlen megbízást, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem föl egyházamat. Péter hitén. Simon Péter tudott a bűnbocsánat evangéliumából élni, íme a szolgálata kezdetén is, egészen vértanú haláláig. A bűnbocsánat evangéliuma, a szeretet és a megbocsátás végtelen ereje, testvérem, ez a saját szolgálatunk naponkénti erőforrása is, és ezzel kell szolgálnunk a bűnbocsánat evangéliumával az emberek között is. Csak aki maga is a bűnbocsánat kegyelméből él, aki maga is a Jézus által pásztorolt juh, az lehet egyedül a juhok jó pásztora. Jaj, ha a lelkész és a püspök nem a bűnbocsánat és a megbocsátás kapuján keresztül lép be naponként a szent szolgálatba. A mai Jézusi ige folytatásában végül
föltűnik a szolgálat keresztje is, más övez majd föl téged. Félelmesen nehéz ez a küldetés. Életünk oda áldozását kívánja meg. Aki ma vezetői szolgálatot vállal az egyházban, az érzi és hordozza Krisztus keresztjének a súlyát is naponként. Csak azért lehet ma püspöki tisztet, pásztori szolgálatot vállalni az egyházban, mert nekünk is van élő és hűséges főpásztorunk, Jézus Krisztus, aki igéjével és szentségeivel, megbocsátó szeretetével fölkészít a szolgálatra, és aki bölcsen, türelemmel, hűséggel vezeti az ő küldötteit a nyájért reájuk bízott szolgálatukban. Ezért, testvérem, nehéz időszakban, országunk és egyházunk sok gondja között, a magad emberi erőinek a végességére gondolva is, mégis indulj bátran és bizalommal a reád bízott szent szolgálatra, a nyájért. A juhok nagy pásztora Jézus érted is imádkozik, és téged is vezet. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Indulj hát a szent szolgálatba, az ő kegyelme erejével. Jézus maga küld téged. Legeltest az én juhaim. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, az egyház kormányzásának szolgálatát. Jézus előszólította tanítványait és azt mondta, tudjátok, hogy a fejedelmek uralkodnak népeiken, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De ne így legyen közöttetek, hanem aki közöttetek nagy akar lenni, az legyen a ti szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen mindenkinek szolgája. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul
sokakért. Pál apostol ezt mondja, nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust, magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat, Jézusért. Mert az Isten, aki így szólt, a sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy Jézus Krisztus arcán felismerjük Isten dicsősége ragyogását. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy az erő túláradó nagyságát nem magunknak tulajdonítsuk, hanem Istennek. Testvérem az Úrban, Szebik Imre, hallottad Isten igéjét az egyház szolgálatára. Ezért most az élő Isten és a keresztény gyülekezet színe előtt kérdezlek. Elhatároztad-e, hogy vállalod az északi egyházkerületben a püspöki szolgálatot, és hogy azt az Úr Jézus Krisztus követeként és a reád bízott gyülekezetek lelkészek és gyülekezeti vezetők pásztoraként teljes hűséggel és igaz szeretettel végzed, elhatároztad-e? Elhatároztam. Kész vagy-e elhatározásodat kézadással és esküvel is megerősíteni? Kész vagy-e? Kész vagyok. Elkötelezésed jeléül add jobb kezedet. Most pedig mondd el a püspöki esküt. A gyülekezet ezt állva hallgatja meg. Én Szebik Imre, esküszöm az élő Istenre, esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, aki Atya, Fiú, Szentlélek, egy igaz Isten, hogy püspöki szolgálatomban teljes erőmmel és minden tehetségemmel egyházunk építésére törekszem. Egyházkerületünk egyházmegyéit, egyházközségeit és intézményeit, lelkipásztori szeretettel irányítom. Felügyeletem alá tartozó lelkésztestvéreimet, és munkatársaimat, szolgálatukban támogatom. És testvéri együttműködésre ösztönzöm. Az ige szolgálat rendjére. És evangéliumi tisztaságára felvigyázok. Egyházunk kormányzásában. És bíráskodásában. Igazságosan és részrehajlás nélkül. Egyházi törvényeink szerint járok el. A törvényesen hozott határozatokat. Végrehajtom és végrehajtatom. Egész egyházi életünk. Jó rendjén és békéjén. A nekem adott isteni kegyelem. És emberi erő mértéke szerint. Hűséggel munkálkodom. Isten engem úgy segéljen. Ámen. Keresztény gyülekezet, hívjuk segítségül Isten szent lelkét, hogy ő maga tegye alkalmassá testvérünket a szent szolgálatra.
Énekeljük el orgona kíséret nélkül a Jövel Szentlélek Úristen kezdetű ének első versét. Jövel Szentlélek. Apostolokat és prófétákat, pásztorokat és tanítókat szent egyházad építésére, és te készíted fel őket a szolgálatra, szent lelket sokféle ajándékával. Irgalmadban bízva kérünk, szánd meg népedet, és hívd el Szebik Imre testvérünket egyházad építésére. Áraszt ki rá szent lelkedet, hogy püspöki szolgálatában téged kövessen, mindenkor igazat szóljon szeretetben, és valamennyi szolgáddal együtt arra törekedjék, hogy a te néped eljusson a hit egységére te benned, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, örökkön örökké. Ámen. Testvérem az Úrban, Szebik Imre, az Úr Jézus Krisztus, aki elhívott téged a püspöki szolgálatra, maradjon veled mindvégig. Én pedig az Északi Evangélikus Egyházkerület gyülekezeteinek választása, valamint elhatározásod, kézadásod és esküd alapján az egyházkerület közgyűlésének kérésére beiktatlak az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöki tisztségébe. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Gondjaidra bízom az Északi Egyházkerület gyülekezeteit és intézményeit, lelkészeit és elöljáróit, hogy pásztorold Krisztus népét közöttük. Ne kényszeredetten, hanem örömes, ne haszonlesésből, hanem odaadóan. Ne uralkodjál a rád bízottakon, hanem légy a példakép. Amikor megjelenik a főpásztor, elnyerhest az örök élet koronát. Az Északi Egyházkerület gyülekezeteinek, lelkészeinek és elöljáróinak szeretetébe ajánlom Szebik Imre püspököt, a mi testvérünket az Úrban.
Tiszteljétek és becsüljétek meg őt, az egyház urától rendelt elöljárótokként. Hallgassatok szavára az Úré, és a békesség Istene megőriz titeket fedhetetlenül az Úr Jézus Krisztus eljövetelére. Testvérem, átadom néked a püspöki keresztet tiszted jelvénnél, és köszöntlek téged testvéri csókkal, mint testvéremet az Úrban. Vedd fel a keresztet. Ez emlékeztessen téged Krisztus Urunk keresztjére. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségét. Ámen. Az Úr áldjon meg, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Ámen. Mindezek után Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon neked békességet.
Az északi evangélikus egyházkerület ünnepi közművését Isten nevének segítségű hívásával megnyitom. Főtisztelendő közgyűlés, közgyűlésünket szabályszerűen hívtuk össze, és a közgyűlés éppen ezért szavazatképes, szeretettel köszöntjük. A közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére felkérem dr. Nagy István egyházkerületi jegyzőurat, hitelesítésére pedig Bárány Gyula és Varga György esperes urakat. Kőszegi Tamás lelkész, valamint dr. Túr Dénes, dr. Müller Miklós és Bozóki Éva közgyűlési tagokat. A közgyűlés nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm megjelent kedves vendégeinket. Az országos egyházunk elnökségén dr. Frank Robert országos felügyelő urat, dr. Nagy Gyula és Harmati Béla püspök urakat, köszöntöm a Finn köztársaság nagykövetek képviseletében megjelent Katarina Niemenmaa nagyköveti tanácsot, ideiglenes ügyvivőt, köszöntöm a Német Demokratikus Köztársaság képviseletében Gerd Ferres nagykövet urat. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm dr. Pusztai Ferenc művelődési minisztériumi államtitkár urat, Sarkadi Nagy Barna miniszterhelyettes urat és dr. Szalai László főosztályvezető urat, valamint dr. Bielek József főpolgármester urat, a budapesti fővárosi tanács elnökét. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm dr. Paskai László, római katolikus bíboros, esztergomi prémás érsek urat, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnökét, Horváth Miklós kanonok úr kíséretében, valamint dr. Fábián János, Bíró Imre és Mocsai Gábor kanonok urakat. Dr. Keresztes Szilárd, görög katolikus megyés püspök urat. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és tagegyháza vezetőit, dr. Kürti László Tiszán inneni református püspök urat, dr. Kovács Attila dunántúli református püspök urat, dr. Vicián János baptista elnök urat, dr. Hecker Frigyes metodista szuperintendes urat, és dr. Berki Feriz ortodox adminisztrátor esperes urat. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Huszti János unitárius püspök urat és Bartók Béle unitárius főgondnok urat, valamint az izraeliti hitközség képviselőjét. A külföldi vendégeinket megkülönböztetett tisztelettel és őszinte nagyra becsüléssel köszöntöm dr. Gunnar Storset urat, a Luteránus Világszövetség főtitkárát, dr. Görög Tibor urat, a Luteránus Világszövetség Európa titkárát, dr. Kalevi Toivainen Mikkeli püspök urat, a Finn Egyház képviseletében, dr. Szedresi Pál kolozsvári püspök urat, a Romániai Magyar Egyház képviseletében, dr. Lengyel Lórán teológiai professzor kíséretében, dr. Jan Mihalko pozsonyi püspök urat, a Szlovákiai Evangélikus Egyház képviseletében, dr. Ludwig Markert egyház főtanácsos urat, a Német Evangélikus Egyházak képviseletében, valamint Gerhard Strauss müncheni egyház főtanácsos urat, Gémes István stuttgarti lelkész urat, a külföldön élő Magyar Evangélikus Lelkészek munkaközössége elnökét hitvesével együtt, dr. Gustav Rendgrabner Eisenstadti szuperintendes urat, az Osztrák Evangélikus Egyház képviseletében feleségével együtt, dr. Hansen
Paul Hansen dán lelkész urat, a Luteránus Világszövetség korábbi Európa titkárát. Dr. Martin Voipio finn esperes urat, egyházunk hűséges barátját. Szeretettel köszöntöm egyházunk és a hazai egyházak teológiai akadémiáinak és főiskoláinak dékánjait, professzorait és képviselőit, az országos egyház tisztségviselőit, egyházunk espereseit, felügyelőit, a lelkészi kar megjelent tagjait, a gyülekezetek képviselőit, közöttük a budavári, a miskolci, a komáromi és a lébényi gyülekezet híveit és a kerületi közgyűlés minden tagját, minden kedves jelenlévét. Kimentésüket tisztelettel bejelenteném, hogy kimentésüket kérték az 1990. március 17. püspök iktató ünnepi istentiszteletről és közgyűléséről Karikároly egyházmegyei felügyelő, Trajtler Gábor egyház zenei igazgató, dr. Kocsis Elemér püspök, a református zsinat lelkészi elnöke, dr. Tóth Károly püspök, a MEÖT elnöke, Várszegi Asztrik esztergomi segédpüspök, Kovács Endre miskolci segédpüspök, dr. Karl-Heinz Schmale egyházfőtanácsos, dr. Karl-Heinz Stoll püspök, dr. Hermann Brandt egyházfőtanácsos, dr. Karl Dummler, dr. Edmund Ratz, Janusz Narzniszki lengyel püspök, dr. Pávó Kortakangesz tamperei püspök, D. Dieter Knál bécsi püspök, Emilio Castro az EVT főtitkára és Szépfalusi István bécsi lelkész professzor. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm. Dr. Kárdi Zoltánné és dr. Harmati Béla és dr. Nagy Ura püspök urak feleségeit. Igen. Köszönöm. Igen. Megállapítom, hogy Szebik Imre püspöki avatása és beiktatása megtörtént. Kérem ennek jegyzőkönyvbe foglalását. Köszönöm dr. Nagy Gyula és dr. Harmati Béla a püspök uraknak, hogy az iktatás szent szolgálatát elvégezték. Köszönet Peskó György orgonaművész és sütszkórus szolgálatáért, és Baski István művészi énekéért. Tisztelt püspök úr! Engedje meg, hogy püspöki estütétele beiktatási után, mint az északi egyházkerület vezetésében világi elnöktársa, őszinte tisztelettel, szeretettel köszöntsen. A mai nappal kezdődő püspöki szolgálatához szívből kívánom, hogy mint az egyházkerület főpásztora, lelkésztársaival teljes egyetértésben és szeretetben építse egyházunkat, gyülekezeteit. Ebben a munkában presbiter testvéreinkkel mi együttesen segítjük nehéz évtizedek alatt elszakadt, eltérített testvéreinket a visszavezető út megtalálásában. Kérjük az egyházak urának segedelmét és megtartó kegyelmét püspöki szolgálatához. Hivatalának és egyház kormányzó szolgálatának jeléül átadom a püspök hivatalának pecsétjét, és felkérem püspök urat, hogy szíveskedjék székfoglaló beszédét megtartani. Igen, tisztelt egyházkerületi közgyűlés,
Mielőtt székfoglaló beszédem megtartására vállalkozom, engedtessék meg, hogy az utólag tudomásunkra jutott Alexander Arnold, a Német Szövetségi Köztársaság nagykövetét tisztelettel és szeretettel köszöntjük, miként Somogyi József urat is, a Református Egyház zsinatának világi elnökét, mindkettőjük jelenléte megtisztelő számunkra, épp úgy, mint többi vendégeinknek a közös imádsága és biztató jelenléte. Igen, tisztelt egyházkerületi közgyűlés, kedves püspök testvéreim, tisztelt vendégek, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban, egyházkerületünk hívő népe. Megrendült szívvel állok az Északi Evangélikus Egyházkerület közgyűlése előtt. Megrendít a személyem iránt megnyilvánult bizalom és a püspöki tisztséggel reám helyezett felelősség. Ismerem képességeim határát. Látom egyházunk elesettségét. Nem alkalmasságom szintjét vizsgálom most, hanem a szolgálatba hívó Úrra tekintek. Kezéből fogadom el a nehéz és mégis felemelő megbízatást. Imádságos szívvel veszem ajkamra a 143. Zsoltár 10. versének fohászát, taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem, a te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. Isten kezébe tudom magam és egész evangélikus egyházunkat. Akaratának megvalósítása, oltalmának biztonsága és vezetésének bölcsessége püspöki szolgálatom alapja. Köszönöm mindazok bizalmát, akik szavazatukkal és személyem iránti szeretetükkel e szolgálatot reám helyezték. Szeretnék e bizalomnak munkám során megfelelni. Megértem azoknak a gyülekezeti presbitériumoknak a döntését, akik dr. Rajsz András teológiai tanárra szavaztak. Személyéhez 30 éves barátság kapcsol, egyházunk kiváló professzora, akinek szolgálatát és segítségét bizalommal kérem. A tartózkodó presbitériumok döntése önmagában is jelzi, hogy a püspök választás a felszabadult társadalmi légkör jegyében demokratikusan és egyházi törvényeink szerint ment végbe. A 77 gyülekezet, tehát a többség bizalma alapján egész egyházkerületünk szolgálatába állok. Szeretnék mindenki pásztora lenni, miként közös munkára hívom egyházkerületünk valamennyi gyülekezetét, és örömmel fogadom minden lelkésztestvér szolgálatát, bármilyen is volt választási állásfoglalásuk. Az Északi Evangélikus Egyházkerület 5. püspökeként állok a mai napon a szolgálatba. Kegyelettel emlékezem a már elhunyt előttem járó főpásztorokra. Dr. Vető Lajos püspök avatott lelkészé. Túróci Zoltán püspök igehirdetései ifjúkori hitemet acélozták Győrött és szülőfalumban. Legyen áldott emlékük és elvégzett szolgálatuk. Dr. Ottlik Ernő és a szolgálatban közvetlen elődöm, Dr. Nagy Gyula püspök, előbb teológiai tanáraim voltak, később a közös szolgálat öröme és terhe is egybe kapcsolt bennünket. Dr. Nagy Gyula püspöknek köszönöm, amikor most ünnepélyesen is elköszön egyházkerületünk gyülekezeteitől, hogy ellentmondásokkal teli, feszültségekkel terhes, közel 8 esztendőn át higgadsággal és toleranciával vezette egyházkerületünket. Kívánom, hogy hozzanak számára a megérdemelt pihenés esztendei, termékeny teológiai munkálkodást egyházunk építésére. Köszönöm, hogy Harmati Béla püspök testvéremmel együtt a püspöki szolgálatba beiktattak. Ezen a helyen hadd emlékezzem a budavári gyülekezet első püspök lelkipásztorára, Scholz Gusztávra,
aki 1906 és 1918 között volt az egykori Bányai Egyházkerület püspöke, és 45 éven át az egyházközség lelkésze. Otthonunk az ő otthona is volt. Templomunk, ahol most együtt vagyunk, az ő szolgálata idején épült. Legyen áldott templom és gyülekezet építő, közel fél évszázados szolgálata itt a Budavárán. Magam is elkötelezve érzem magamat a budavári gyülekezet iránt püspöki szolgálatom idején is. Tisztelt egyházkerületi közgyűlés! Püspöki programot vár tőlem egyházkerületünk hívő népe. Egy forrongó, szinte naponta változó átmeneti korban inkább püspöki szolgálatom fő szempontjairól kívánok szólni. Tudom, hogy nem a társadalmi forrongás külső eseményei szabják meg az egyház küldetését és helyét a világban, hanem az örök evangélium. Mégis elég az elmúlt év eseményeire utalnunk, hogy lássuk, az egyház szolgálatának lehetőségei miként változnak, növekedhetnek a társadalom egészen javára. 1990. márciusában körülöttünk a bizonytalanság tengere, és bennünk a nyugtalanság lüktető érzése. Kérdések sokasága, végső földi válasz nélkül naponta szorongást érlel sokakban. Mit hoz a holnap? Milyen lesz a jövendő? Eleink az egyházat hajóval ábrázolták, és az árbócán gyakran találjuk ezt a felírást: fluktuát nek mergitur. Hánykódik, de nem merül el. Történelem vihara, belső ellentmondások feszültsége ellenére a hajó kormányosa Jézus Krisztus. Ezért bár hánykódik az egyház hajója, de bizonyos, hogy nem merül el. Ebben a reménységben tárom egyházkerületünk hívő népe és tisztelt vendégeink elé püspöki szolgálatom néhány szempontját. Elsőként említem az evangélium hirdetését a gyülekezetben. Mindkét szó egyszerre hangsúlyos. Vallom, hogy egyház ott van, ahol az igét tisztán és igazán hirdetik, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Az egyház tehát gyülekezeteiben él, valósul meg, lesz láthatóvá a világban. Nem felülről irányított gyülekezet képe rajzolódik ki előttem, hanem a helyi szinten növekedő, szolgálatát leleményességgel, munkáját találékonysággal, de mindenekelőtt Isten erejével végző közösségé. Ismert kifejezéssel élve, az alulról építkező egyház elvét vallom. Itt dől el egyházunk jövője. Az egyes gyülekezetek holnapja, emberileg szólva, azon múlik, mennyire ismerik fel sajátos helyzetükből adódó lehetőségeiket, és hogyan élnek azokkal. Óvodák szervezésére, iskolák létesítésére is gondolhatunk. Püspöki szolgálatom során arra törekszem, hogy az evangélium hirdetése, híveink pásztorolása és a szentségek erőt adó ünneplése helyesen történjék, és a súlyos lelkészhiány ellenére is biztosítassék. Vallom, hogy egész egyházunk egyedül az evangélium által újulhat meg. Ez a megújulás bennünk kezdődik, lelkészekben és presbiterekben, és aztán áthathatja az egész gyülekezetet. Ezért elengedhetetlen, hogy minden szolgálatunkat és valamennyünk imádságát a megújulásért való tenni akarás és szívből jövő fohász határozza meg. Veni Creator Spiritus, jöjj Teremtő Szentlélek, újítsd meg egyházadat, kezd rajtam. Igazat adok a finn ébredési mozgalmak jelszavának: ha az egyház nem lelki édesanyám, akkor Isten nem lelki édesatyád.
Nem szégyen szeretni az egyházat, lelki édesanyánkat. Istennek tetszett, hogy a látható szervezetre, benne törékeny és tévedni is tudó szolgáira bízza evangéliumát, de mégis felhasznál minket. Az elmúlt évtizedek megpróbáltatásai tizedelték sorainkat, az egyház eresztékei meglazultak. A költő szavaival élve minden egész eltörött. A gyülekezeti élet beszorult a templom négy fala és a parókia szűkös térségei közé. Az urbanizáció gyökértelenné tette a faluról városra költöző híveinket, sokakra a félelem lelke telepedett. Mások az egyoldalú úgynevezett természettudományos információ áldozatai lettek. Maroknyivá zsugorodtak falvak, előregettek korábban virágzó evangélikus közösségek. Ahogy lehetett, átvészeltük-e nehéz, közel fél évszázadot. Most hittel, reménységgel és imádsággal kell tovább folytatnunk a belső építkezést. Ennek a gondolatnak a jegyében köszöntöm egyházunk ifjúsági szövetségét, tudva azt, hogy gyülekezetépítést végez. Köszöntök minden egyesületet és keresztény társaságot, felajánlva támogatásomat, mert bizonyos vagyok abban, hogy nem az elkülönülést akarják, hanem a szétszilált társadalom evangéliumi közösség építését végzik, szellemi-lelki kohéziós erővé válhatnak a keresztény egyházakban. Századunk szociológusai mondják, korunk emberének elesettségét, a családi közösség széttöredezettsége, a hagyomány és a kultúra válságba kerülése okozta. Nincs hát fontosabb feladatunk, mint az elárvult, magába roskadt embert Istenhez hanyatló szándékában erősítsük. Másodikként említem, döntőnek tartom a lutheri teológia, azaz a teológia crucis érvényesítését, a kereszt teológiájának érvényesítését, a teológiai gondolkodás szabadságának természetes adottsága mellett igehirdetői és pásztori szolgálatunkban. Nem merev, konfessionalista teológiai látás feltámasztására gondolok, ugyanakkor fontosnak látom, hogy minden evangélikus lelkész ismerje önmaga szellemi-lelki azonosságát, mai szóval identitását. Hiszem és vallom, hogy a Szentírás szíve közepe a Jézus Krisztusról való bizonyságtétel. Ezért Krisztus felől földi szolgálata, halála és feltámadása felől értelmezhetjük helyesen a Biblia üzenetét. Krisztus körül rendeződnek el, mint mágneses térben a vasreszelékek, a kijelentés igéi. Nem kívülről érvényesített szempont Jézus személyének a központba helyezése, hanem a Szentírás írói eredeti szándékának felismerése és komolyan vétele. Ha pedig Jézus személyének centrális jelentőségét elfogadjuk, akkor lehet ugyan a Bibliát a történetkritikai módszer érvényesítésével vizsgálni, lehet interkulturális és felekezetközi összefüggésbe helyezve egybevetni más vallások megváltástanával, de egyet semmiképpen nem tehetünk Krisztus személyével és a kereszt teológiájával, hogy figyelmen kívül hagyjuk, hogy gondolkodásunk perifériájára sodorjuk, le vagy felértékeljük, mert annak Isten adott egyedülálló értelmet, értéket és értelmezést is, amikor a kereszten meghalt Jézust feltámasztotta. Ezzel a történeti események fölötti tettével, egyszer s mindenkorra igent mondott művére, igehirdetésére, szavaira és cselekedeteire. Ezért van folytatása Jézus Krisztus evangéliumának. Ezért nem némul el soha, hanem megmarad mind örökké. Még ha időről időre áldáz ellenség dőre szándéka, el is akarná hallgattatni. Együtt valljuk őseinkkel. Verbum Dei manet in eternum. Isten igéje megmarad örökké. Ez az egyház igazi kincse és felülmúlhatatlan értéke. A különböző kísérletek a teológiai gondolkodásban a Szentírás jobb megértésére
és az adott korban élő ember hatékonyabb megszólítására törekednek. Ez a tiszteletre méltó szándék mindenképp missziói töltésű. Kérdezhetjük, a lutheri teológia alkalmas-e arra, hogy korunk emberének kihívásaira és felzaklatott lelkének kérdéseire választ adjon? Meggyőződésem szerint igen. E szűkre szabott székfoglaló keretein belül inkább példaértékű választ szeretnék adni, mintsem, hogy részletesebb fejtegetésbe bocsátkoznék. Hadd utaljak csupán arra, hogy amikor a lutheri teológia az Isten előtt való megállás, a megigazulás gondolatát ismételten elénk vetíti, akkor két időszerű választ ad mindnyájunknak. Egyfelől hirdeti, hogy a kegyelmes Isten elfogad bennünket, igent mond ránk minden emberi tévedésünkkel, sajátos múltunkkal, természetünk negatív adottságaival, bűneinkkel együtt. Ebből természetszerűleg adódik az Istentől várt magatartásunk, amellyel mi is elfogadjuk a testvér másmienségét. Hibáival és tévedéseivel együtt közösséget vállalunk vele, hogy útjait megjobbítsa, vétkeit jóvá tegye, és az Istenhez térjen. Másfelől az Isten előtt való megállás szüntelen emlékeztet felelősségünkre, mindennapos döntéseinkben és hétköznapi cselekedeteinkben. Napjaink másik aktuális kérdése a történelem értelmezése. Rejtélyei, meglepetései sokakat elbűvölnek, másokat megrettentenek. Keresztény hitünkkel Istent keressük az események sorozatában. Nem mintha minden titkot meg akarnánk magyarázni, de együtt valljuk Wolfhard Pannenberggel, a müncheni teológussal, Isten közvetett önkijelentése a történelmen keresztül is felfedezhető. A számomra megtisztelő módon köztünk levő dr. Gunnar Stolzett, luteránus világszövetségi főtitkár mondotta a közelmúltban, a braziliai Curitibában tartott 8. nagygyűlésen, Isten végigjárta Kelet-Európa országait, hogy felhozza a szabadság és a reménység hajnalát. Hadd utaljak még arra, hogy a lutheri teológia sokat foglalkozik az egyház értelmezésével. Nem a szervezetre, az organizációra, hanem a keresztények hitbeli élő közösségére, az organizmusra gondolok. A még napjainkig tartó individualista, egyéni szempontokat előtérbe helyező gondolkodásmóddal szemben hangsúlyoznunk kell az egyház közösségi jellegét. Nem mindenkinek a maga módján, hanem mindnyájunknak a Krisztus módján kell gondolkoznunk, élnünk és cselekednünk. Ezt pedig az igehallgatás és a szentségek közös ünneplésében nyerjük. Egyéni látás értéke fölé emelkedik a közösség együttesen elfogadott döntése. Korunk sokat emlegetett pluralista szemlélete és jogos igénye mellett is vallom, a teológia feladata az egyházban az egészséges tanítás, Titus 2.1 Pál szavai szerint tovább adása. Ezen a helyen hadd szóljak röviden a püspöki szolgálat értelmezéséről is. Az episzkoposz az új szövetségben részben mást jelentett, mint napjainkban. Ma első helyen pásztori szolgálatot jelent. Szeretném ezt a munkát elfogulatlanul, ugyanakkor minden lelkésztársam iránt elkötelezetten, meleg és értő szívvel végezni, mint aki magam is 28 éve gyülekezeti szolgálatban állok. A püspök szolgálata a vezetés is. Nem önkényesen, hanem együtt. Nem nagyobb hatalma van a püspöknek, hanem többszörös a felelőssége. Az együttes vezetés, osztozás a gondok felvállalásában és a döntések kockázatában. Erre szeretnék törekedni. A püspök további feladata a helyes tanítás feletti őrködés. Nehéz évtizedek egysíkú teológiai gondolkodásának kényszerpályáját elhagytuk. A fájdalmakkal, vélt vagy jogos sérelmekkel teli múlt teológiai irányzatának feldolgozása, megítélése még előttünk levő feladat.
Annyit azonban joggal megállapíthatunk. A történelem a diakóniai teológiát túlhaladta, lelkészeink többsége új látást keres teológiai gondolkodásában. Veszélyt abban látok, hogy ami korábban konvergens, egymáshoz közelítő szemlélet jellemezte magatartásunkat, ma inkább a divergens, egymástól eltávolodó látás erősödik. Itt tűnik ki igazán, hogy a teológia nem csupán értelem dolga, miként a hit sem csupán az intellektus tartományában ereszt gyökeret, hanem érzelemvilágunkat is befolyásolja. Az egymáshoz közeledés szív és szeretet kérdése egyházunk és azok iránt, akikkel egy szőlőbe hívott a mennyei gazda. Legyen hát magatartásunk, gondolkodásunk, egymáshoz hajló, konvergáló magatartás. Harmadikként említem, püspöki szolgálatomban súlyponti kérdésnek vallom a lelkészek és egyházi munkások pásztorolását. Nehéz helyzetben van egyházunk. A lelkészek száma századunkban most a legalacsonyabb. Köztük sok a magas koruk ellenére is tiszteletre méltó módon szolgálatot vállaló testvérünk. Fiataljaink többségének egyedül kell megküzdeniük a pályakezdés gyötrelmeivel, elméleti és gyakorlati kérdésekkel egyaránt, mivel keveseknek adatik meg, hogy idősebb lelkész mellett kezdjék szolgálatukat. A mély víz veszélyes, félelmes, és nehezebb a felszínen maradni. Néhányan a múltbeli távirányítottság elmarasztalása után még nem tudta kialakítani egy egészséges magabiztosságot, munkájuk, szellemi-lelki magányuk közepette. Ugyanakkor erősödik a szorványosodás egyházunkban. Közepes települések kisebb falvakká zsugorodnak. Bennük az evangélikusok száma is csökken. Korábbi filiák szorványá minősülnek. Általában növekszik az a terület, amely egy lelkész gondozása alá kerül. Gyakran előregedő, szétszilált közösségek pásztoraként kell szolgálniok lelkészeinknek. Ebben könnyű belefáradni. A társadalomban elfoglalt helyünk múltbeli emlékei sok sebet hagytak lelkünk mélyén. A mindent a lelkésztől váró gyülekezetek papjait fáradtabbá tették életkoruknál. Tudom, hogy egyházunk fennmaradása a történelem közelmúlt évtizedeinek próbás időszakában elsősorban lelkészeink és a lelkész családok sokszor hősies, emberfeletti munkájának köszönhető. Csak örülhetünk annak, hogy napjainkban nagyobb társadalmi megbecsülés és közszeretet övez bennünket, amelyet a vitathatóan értékelhető lelkész képviselő jelöltek magas száma is jelez. Szeretném, ha éreznék a rám bízott lelki pásztorok, nem aktatologató, ügyintézőjük kívánok lenni, hanem minden levél mögött az embert, Isten szolgáját látom vergődéseivel, napi gondjaival és megoldatlan kérdéseivel. Bizalommal várom őszinte megnyilatkozásaikat, és készséggel felajánlom pásztori segítségemet. Tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés, negyedikként említem az 1991 őszén összehívásra kerülő zsinat új törvényalkotói munkáinak előkészítését. Egyházunk egész egyetért abban, hogy a még érvényben levő törvények magukon hordják létrejöttük idejének politikai és társadalmi árnyait. Ezért a zsinat egybehívása, új egyházi törvények alkotása feltétlen szükséges, alapos és szakszerű, demokratikus és különböző fórumokon átgondolt előkészület után. Az egyházmegyei, egyházkerületi és országos előkészítő munkák már elkezdődtek. Tudom, hogy egyházunk népe, köztük egyházkerületünk lelkészei és hívei sokat várnak e századvégi zsinattól. Új kibontakozás, megújulás letéteményese lehet.
Mégis hadd mondjam el, hogy a zsinat új törvényeket alkot, és nem új szívet teremt. Az egyházi törvények szolgálatunk keretét és jó rendjét biztosítják, de nem tartalmát és minőségét határozzák meg. Kétség kívül igaz, hogy egy szép festmény illő keretbe megfelelő, rámába helyezendő, mégis nem a keret, hanem a festmény tartalma, témája és esztétikai szépsége adja annak igazi értékét. A hasonlatból kilépve ez annyit jelent, hogy nem a törvény kerete, hanem az evangélium tartja meg az egyházat. Méltó keret szükséges, de döntő az evangélium szolgálata a különböző szintű feladatok végzésében, megújult szívvel. Augustinus egyik kedves mondását idézem, ahol a jogot követelik, ott szeretet után sír a lélek. Mélyen igaz ez a sajátos vallomás. Úgy tűnik, egy végérvényesen befejeződött korszakban kevés szeretetet kaptunk. Annál több megaláztatást, jogtalan vádat, keserűséget érlelő szidalmat. Most legalább a jogainkat adják vissza, kiáltjuk méltán. Hadd fordítsam az ellenkezőjére Augustinus gondolatát. Merjünk többet szeretni. Kockáztassuk meg a bizalmat, adjunk sanszot társainknak a megváltozásra, mert a jognál, a törvénynél is nagyobb a szeretet. Bizonyos, hogy új törvényeink megalkotásánál különösen meggondolandó súlyponti kérdések kerülnek elő. A már sokat említett egyháztagság kérdésétől az esperesi szolgálat kiterjesztésén keresztül egészen a püspöki jogkör mederbe tereléséig, vagy a presbitériumok és közgyűlések egymáshoz való viszonyán keresztül új szervezeti egységek kialakításáig. Természetes, hogy a zsinat minden határozata és törvénye a most beiktatott püspökre is érvényes, azokat magamra nézve is kötelező erejűnek ismerem el. Fontosnak tartom a gyülekezetek autonómiáját a lelkész választásban, ezért itt most bejelentem, nem kívánok élni a jelen törvényben biztosított közegyházi érdekből történő áthelyezés jogával, amely Damoklész kardjaként fenyegetett minden szolgatársat, beleértve a magam személyét is, és valamennyi gyülekezetet. Egyházunkban joga van elmondani véleményét minden testvérünknek a megfelelő testületben, bizonyos, hogy a többféle elképzelés végül a többség akaratának érvényesülésével konszenzust hozhat létre. Történelmi időket élünk. Két marokra szorítjuk holnapunkat, rajtunk is múlik, milyen lesz jövendőnk. Urunk, add áldásodat minden tervezésünkre. Az egyetértés, az egyet nem értés a disszenzusok morajló viharában, az add az egyetértés a konszenzus ajándékát megtört egyházadnak, imádkozhatjuk naponta. Ötödiként említem az ökumené feladatkörét. Századunkra mi sem jellemzőbb, mint az egyházak egymásra találása. Boldog vagyok, hogy Jézus igéje, ut unum sint, mindnyájan egyek legyenek, megvalósulóban van. Hazai viszonylatban nagyot léptünk előre, a közös mi atyánk, az apostoli és nicceai hitvallás szövegének közös fordításával és elfogadásával. Mindnyájan átéltük a légkör megváltozását az egyes felekezetek között. Őszintén bízom abban, hogy a sokféle világi párt jelenléte sem tud éket verni Krisztus egyházai közé. A református testvéregyházzal egybe kapcsol a reformáció öröksége. Közös sorsunk közel 5 évszázad során és kölcsönösen megtermékenyítette hitbeli látásunkat, közös teológiai munkán. Bízom benne, hogy a jövőben is érvényesülnek egymást gazdagító felismeréseink, és talán a szórvány munkában az eddiginél szorosabb és jobb munkaerő gazdálkodással tehetjük hatékonyabbá szolgálatunkat. A római katolikus egyház, mint hazánk létszámában legnagyobb egyháza, az erősebb testvér szeretetével közeledik a protestáns egyházakhoz, köztük hozzánk is. Kaskai bíboros úr jelenléte is
ennek a jele. Az együttesen tartott imaáti istentiszteletek jelzik, magyar kereszténységünk örül, ha közösen imádkozhat és énekelhet Krisztus különböző felekezeteihez tartozó gyülekezeteiben. Az ortodox, a baptista, a metodista egyház vezetőihez régi baráti és testvéri szálak fűznek, és bizonyos vagyok abban, hogy a kapcsolatokat tovább erősíthetjük a jövőben is. Hasonló reménységemet fejezem ki a történelmi múltú unitárius egyház iránt is. Magamat az ökumené elkötelezett munkásának tartom. A svájci bosséi ökumenikus főiskolán nyert tapasztalataim egy életre szólóan megtanítottak a másik egyház hitének és liturgikus gyakorlatának a megbecsülésére. Külön szólok a zsidó hitközösséghez való viszonyunkról. Kettős okom van erre. Egyrészt egy házunkat több mint fél évtizede képviselem, a Luteránus Világszövetséggel együttműködő Egyházi Zsidóság Európai Bizottságában, amelynek feladata az izraeliták és evangélikusok egymáshoz való teológiai és gyakorlati viszonyának vizsgálata. Sok örvendetes és szép emlék él bennem, köztük, amikor együtt imádkozhattuk a 23., az 51. és a 100. Zsoltár. Sok új ismeret továbbadásával vagyunk adósok híveinknek, hogy a Krisztus eseményről alkotott történelmi látásuk valós legyen. Másrészt sajnálattal észleljük, hogy él a közénk lopakodó antiszemitizmus, amely méltatlan egy szabad ország nagykorú állampolgáraihoz, de elképzelhetetlen a megváltó Krisztus hívő népe között. A hazai ökumené körén kívül egyházunk testvéri kapcsolatokat ápol a nemzetközi világszervezetekkel és külföldi testvéregyházakkal. Külön megtisztelő számomra, hogy ünnepi istentiszteletünkön és püspökiktató közgyűlésünkön részt vesz dr. Gunnar Stolzett, a Luteránus Világszövetség főtitkára, és dr. Görög Tibor, Európa titkár. Tudom, hogy sokan imádkoznak ma értem. Szolgálatomért és egész magyar egyházunkért, a német, az osztrák, a finn és a baltikumi, az erdélyi és más szomszédos evangélikus egyházakban. Jó tudni, hogy nem vagyunk egyedül, hanem a luteranizmus nagy családja hordoz minket, gondjainkat és örömeinket. Nemrégiben volt a Luteránus Világszövetség 8. nagygyűlése a brazíliai Curitibában. Meghallottam népem kiáltását, szólt a téma meghatározó mondat a világ evangélikusainak képviselőihez, és közben célként lebegett előttük a feladat, közösségé formálni a tagegyházakat, hogy ne csupán szervezet, hanem szószék és urvacsorai közösség legyen a világ evangélikusságának nagy családja. Szeretnénk ennek a nagy családnak továbbra is alkotó, látásgazdagító és örvendező családtagjai lenni. Egyetértésben egyházunk vezető személyiségeivel fontosnak ítélem más ökumenikus szervezetek, az Egyházak Világtanácsa és az Európai Egyházak Konferenciával való együttmunkálkodást és közös teológiai eszmecserét. A magam szerény hozzájárulását ehhez készséggel felajánlom. Ehelyen szólok a magyar-magyar kapcsolatok örvendetes elmélyüléséről és őszinte továbbépítéséről. Úgyis, mint a Magyarok Világszövetsége vezetőségének tagja, meggyőződéssel vallom, hogy a határainkon túl élő vagy távoli országokban letelepedett magyarok, köztük magyar anyanyelvű evangélikusok nemzetünkhöz, egyházunkhoz tartoznak lélekben. A velük való kapcsolattartást a testvéri összetartozás jegyében örömteli feladatomként ismerem fel, és szívesen vállalom. Végül, 6. feladatként említem püspöki szolgálatomban a társadalmi egyházpolitikai tevékenységet. Korábban a püspök közjogi méltóságáról és ezzel kapcsolatos feladatairól szóltak a főpásztori tisztben előttem járók. Nyilvánvaló, hogy magyar evangélikus egyházunk, benne az északi egyházkerület hívő népe a magyar nemzet állampolgárainak közösségébe tagolódik be mindennapi hivatás teljesítésével, remélt országépítő munkájával. Az ország gondjai a mi gondjaink is, kudarcai minket is keserítenek,
az előttünk álló szabad, független Magyarország megvalósításának eszméje bennünket is lelkesít. E nap nyolcadján választási urnák elé járulunk. Egyházunk nem kötelezte el magát egyetlen párt mellett sem, miként azt kértük lelkészeinktől is, hogy párton kívüli státuszukat megőrizve legyenek alkalmasak bármely meggyőződésű hívünk hűséges pásztorolására. Ugyanakkor jó lelkiismerettel biztatjuk híveinket, hogy keresztjén meggyőződésük szerint szabadon döntsenek a gondolkodásukhoz legközelebb álló és mély humanitárius értékeket meghirdető párt mellett, tehát vegyenek részt a választáson. Hazánk az európai ház országai közé kíván lépni. Ez nem csupán a népben, nemzetben való gondolkodást feltételezi, de jelenti az európaiság eszméjének célul tűzését is. E kontinens lakóit közel 2000 év óta meghatározza az emberek gondolattartományában a keresztény hit. Hazai történelmünk közel fél évszázada olyan törést hozott a Krisztus hit, a keresztény vetületű kultúra és örök értékeket áthogyományozó tradíció folyamatosságában, amelyet pótolni hosszú idő alatt lehetséges. Vallom a szabad államban a szabad egyház gondolatát és egyházunk autonómiájának feltétlen szükségességét. Ezt a magyar köztársaságtól elfogadott anyagi támogatást sem korlátozhatja. Meggyőződésem, hogy nem a kirakat egyház, hanem az élő eleven Krisztus közösség egyháza tudja igazán szolgálni a társadalom javát is. Magyar népünk előtt hosszú út áll. Közösségi életformán képlékeny és vezetési stílusunk bizonytalan. Keresztény egyház biztos és szilárd kőszikla kíván lenni, örök értékek felmutatásával és megélésével egy szüntelen változó világban. Ugyanakkor saját egyházi létét is befolyásolja a körülötte levő társadalom lassan formálódó állapota. Szívesen ajánlom fel szolgálatomat közös munkára egyházunk vezetőinek, dr. Fenkl Róbert, országos felügyelő úrnak, dr. Harmati Béla püspök testvéremnek, Farkasházi Ferenc északi egyházkerületi felügyelő úrnak, elnöktársamnak, dr. Sólyom Jenő megválasztott déli kerületi felügyelő úrnak. Ugyanakkor kérem munkámban támogató szeretetüket és segítségüket. Bizalommal fordulok Teológiai Akadémiánk professzorai, a Fasori Gimnázium tanárai, a sajtómunkatársai, kerületünk minden tisztségviselője, szeretett intézményeink vezetői, esperesek és lelkészek, presbitereink és híveink felé, hogy az evangélium terjesztése, együttes céljaink megvalósítása érdekében közösen munkálkodjunk, együtt imádkozzunk és egy akaraton legyünk. Nem szeretnék megkeseredett püspök lenni, mint az elmúlt nehéz történelmi időkben azzá váltak némelyek. A keserűség gyökere fölemészti a lelket, és tönkreteszi az egyházat. Mindnyájan felelősek vagyunk azért, se híveinkben, sem a püspökökben. A keserűség gyökere mély talajban ereszkedjék. A magyar nép élete új történelmi korszakhoz érkezett. Meggyőződésem, hogy újfajta püspöki szolgálat körvonalai bontakozhatnak ki előttünk. Új püspökképre van szükség egyházunkban. Mindezt lehetővé teszi, hogy evangélium központú, gyülekezetcentrikus, egyházépítő, külső sallangoktól mentes legyen a püspöki szolgálat. Hadd kérjem egyházkerületünk papjaitól és presbitereitől, mielőtt elmarasztalnának, imádkozzanak értem. Mielőtt rossz híremet költenék, kérdezzenek. Személyes hitem és mély meggyőződésem, hogy a Szentírásnak igaza van. Pál apostol tollából pedig ezt olvassuk, aki püspökséget kíván, jó munkát kíván. Ehhez a jó, nehéz munkához
adjon felülről való bölcsességet, erőt és áldást a szolgálatba küldő Úr, akinek kezéből püspöki megbizatásomat félve és remegve, de mégis reménységgel elfogadom. Vegyük ajkunkra és szívünkre most Luther Márton sekrestye imádságát. Uram Istenem, Te engem püspökké és lelkészé rendeltél egyházadban. Te látod, milyen alkalmatlan vagyok ilyen nagy és nehéz szolgálat végzésére. Ha Te nem segítettél volna, már régen elrontottam volna mindent. Téged hívlak ezért most is segítségül. Örömmel állítom szolgálatodba szívemet és számat. Tanítom népedet. Mindig tanulok magam is. Foglalkozom igéddel. Szüntelen elmélkedem felette. Használj eszközöttként. Csak el ne hagyj, Uram, mert ha magamra maradok, akkor könnyen mindent elrontok. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet, feljebb, mint ahogy kérjük, a bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség az egyházban, Krisztus Jézusban, nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Ámen. Tisztelt egyházkerületi közgyűlés, tisztelt vendégeim! Szebik Imre püspök úr székfoglaló beszéde után elsőnek felkérem dr. Harmati Béla püspök urat, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház egésze, szervei és intézményei nevében mondja el köszöntését. Püspök úr, kedves Imre, tisztelt egyházkerületi közgyűlés! A Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége és országos presbitériuma intézményei, a déli egyházkerület gyülekezetei, egyházmegyei és presbitériumai nevében a mai beiktatási ünnepen szeretettel hozom köszöntésem. Isten áldását kérve az északi kerület új főpásztorára, az Efezusi Levél második fejezetének igéjével. Jézus Krisztus békességet hirdetett nektek, a távoliaknak és békességet a közelieknek. Az útmutató mai napra kijelölt igéje szerint szolgálja életed, püspöki tevékenységed, Jézus Krisztus békességének megvalósulását, gyülekezetben, egyházkerületben, egész egyházunkban, az ökumené közösségében, társadalmunkban és az egész világban. Egykori teológiai tanulótársként, mostani püspöki szolgatársként hadd foglaljam bele jó kívánságaimat a mai napon egy régi latin kifejezésbe. Fides ratione formata. Olyan hitet kívánok számodra, amelyet így lehet fordítani. Legyen ez bölcs hit, amelyben a hit és az értelem együtt munkálkodik. Azt gondolom ugyanis, hogy mai világunkban, püspöki szolgálatodban meg kell járni azt a keskeny utat, amelyik az irracionalizmus és a racionalizmus között húzódik, amelyik alternatíva ahhoz a hithez, amelyik nem gondolkodik, és ahhoz a gondolkodáshoz, amelyik nem hisz. Fides ratione formata, azaz bölcsesség, hívő gondolkodás, a teológia szapientális dimenziója, az értelmes hit távlata lesz számodra szükséges
mai sok-sok kérdést fölvető világunkban. Ebben a régi latin kifejezésben először is hadd húzzam alá az első szót, a hitet, fides. A régi reformátori kijelentések ma is érvényesek. Solus Christus, sola gratia, sola scriptura, sola fides. Egyedül Krisztus, egyedül a kegyelem, egyedül a Szentírás, egyedül a hit. Hiszen egyházi propriumunk, az egyház sajátossága van belerejtve az, hogy Istenre, Krisztusra mutatunk. Olyan különleges közösség vagyunk, amelyik közösség nem emberi történelmi értékekre, hanem isteni értékekre épül. Püspöki feladat, ahogyan hallottuk beköszöntő beszédetben, a bibliai tradíció, az egyházi tanítás védelme és továbbadása, a gyülekezetek életének a hit foglalata szerinti élet konszenzus magnusa, nagy egysége megteremtése. Ez azt jelenti, az egyház egysége és az ökumené egysége szempontjából, hogy amennyiben közelebb kerülünk, mint egyháztagok, vagy egyes egyházak, amennyiben közelebb kerülünk Krisztushoz, annyiban közelebb kerülünk egymáshoz is. Ez a krisztusi közelség bűnbánatot és megújulást, megtérést és új kezdetet eredményezhet gyülekezeteknél, egyéneknél, minnyájunknál. Fides ratione formata, másodszor a bölcs értelmes hit kifejezésben legyen a hangsúly a ráción, az értelmen. Ha valamikor, akkor most igazán gondolkodó egyházra van szükség. Olyanra, ahol terveznek. Olyanra, ahol mielőtt tesznek valamit, háromszor megbeszélik. Kétszer is végig gondolják. A feladatok tömege vár reád, mint új püspökre. A 2000 év felé és azon túl kell vinnünk a gyülekezeteket. Nyitott kapuk vannak előttünk, egyházként, kereszténységként. Nagyok a kihívások, sok az elvárás, kívülről emberek a társadalom oldaláról. Vajon meg tudunk-e felelni ennek az elvárásnak? Egyházunk szervezeti megújulása, új zsinat összehívása, új törvényalkotás vár reánk. Tudnunk kell ebben, ahogy hallottuk beköszöntődben is, hogy a szervezet az egyházban másodlagos. Az első a proprium, a Krisztushoz kapcsolódó hit. A rossz infrastruktúra azonban akadálya lehet az evangélium hirdetésének. Bölcs, értelmes hitre lesz szükséged. Hadd mondjam, mint püspöki szolgálatban néhány évvel előtted járó, amikor az egyházban olyan csoportokkal találkozunk, akik valamilyen okból mást akarnak, mint a többség. Akik az elmúlt évtizedek okozta görcsök, megaláztatások és szenvedések miatt ma sem tudnak beleilleszkedni az egyház életébe. A társadalom életébe sem. Ige hirdetésben, pásztori szolgálatban, ehhez a bölcs értelmes hithez adjon erőt az a Krisztus, aki maga magát mondta útnak, igazságnak és életnek. Fides ratione formata, bölcs hittel szólj. Hallgass, taníts és tanulj, amikor arra van szükség. A hit egységében, a szolgálat közösségében, és a gondolkodásban, a tervezésben, újat akarásban, az új megvalósításában, a fides ratione formata egységében ajánlom föl segítségemet, kérem a tiedet, és kérjük együtt Isten gazdag áldását,
egyházkerületre, egész egyházunkra, magyar hazánkra. Isten áldja. Felkérem dr. Gunnar Storcek urat, a Luteránus Világszövetség főtitkárát szíveskedjék köszöntését elmondani. Liebe Schwestern, liebe Brüder, kedves testvéreim! Im Namen des Lutherischen Weltbundes möchte ich Sie alle und ganz besonders den neuen Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Ungarn, Imre Csebik, herzlich begrüßen. Az Evangélikus Világszövetség nevében szeretném Önöket mindnyájukat, és különösen is a Magyarországi Evangélikus Egyház új püspökét, Csebik Imrét szeretettel köszönteni. Diese Feier ist nicht nur für die Gemeinden und Mitglieder der Ungarischen Lutherischen Kirche eine Freude. Mit ihnen freuen sich auch die 105 Mitgliedskirchen des Lutherischen Weltbundes in der ganzen Welt. Ez az ünnep nem csak a Magyarországi Evangélikus Egyház gyülekezetei és tagjai számára egy ünnep, hanem önökkel együtt ünnepelnek az egész világon az Evangélikus Világszövetség mind a 105 tagegyháza. Vor 5 Wochen endete unsere 8. Vollversammlung in Curitiba, Brasilien. In Brasilien fehlt oft der Name Budapest, die Stadt, die unsere 7. Vollversammlung im Jahre 1984 aufgenommen hatte. 5 héttel ezelőtt fejeződött be Curitibában, Brasiliában a 8. világgyűlés. Brazíliában gyakran ejtették ki ezt a nevet, Budapest, annak a városnak a nevét, amely a 7. nagygyűlést 1984-ben befogadta. Auch nach 6 Jahren wird ihre Stadt und ihre Kirche weiter für die hervorragende Organisation und herzliche Gastfreundschaft gelobt. 6 év után is az önök városát és egyházát továbbra is emlegetik és dicsérik a kiváló szervezésért és a szívélyes vendégszeretetért. In Budapest sind unsere Mitgliedskirchen einander näher gekommen. Hier wurde auch eine gemeinsame Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft beschlossen. In Curitiba konnten wir nun einen Schritt weitergehen. In der früheren Verfassung war der Lutherische Weltbund eine freie Vereinigung von lutherischen Kirchen, die jetzt auf der 8. Vollversammlung angenommene neue Verfassung spricht über eine Gemeinschaft von Kirchen. Budapesten tagegyházaink közelebb kerültek egymáshoz. Itt határozták el a szószék és oltár közösségét. Curitibában egy lépéssel tovább léphettünk. A korábbi alkotmánya az Evangélikus Világszövetségnek az evangélikus egyházak szabad egyesüléséről beszélt. Most a 8. világgyűlésen elfogadott alkotmányunk egyházak közösségéről beszél. Diese Gemeinschaft bleibt natürlich so lange nur auf dem Papier, bis dieser Begriff von den Mitgliedskirchen und ihren Gemeinden mit Leben erfüllt wird. Deshalb möchte ich auch den neuesten Bischof unserer lutherischen Weltfamilie aufrufen, sich mit all seiner Kraft an der Gemeinschaft der lutherischen Kirchen weltweit zu beteiligen. Ez a közösség természetesen mind addig csak papíron marad, amíg ezt a fogalmat a tagegyházak és gyülekezeteik élettel meg nem töltik. Ezért szeretném az Evangélikus Világcsalád legújabb püspökét felszólítani és kérni, hogy minden erejével fáradozzék és vegyen részt az evangélikus egyház közösségével világszerte. Die Pflege und Stärkung der Gemeinschaft fängt in der Heimatkirche und in ihren Gemeinden an. Gott gebe Ihnen, Herr Bischof Csebik, viel Kraft und Geduld in Aufbau und in der Stärkung der Gemeinschaft in Ihrer Diözese, in Ihren Senioraten und in Ihren Gemeinden. A közösség ápolása és erősítése a hazai egyházban és a hazai egyház gyülekezeteiben kezdődik. Isten adjon önnek, Csebik püspök úr, sok erőt és türelmet,
ennek a közösségnek a felépítésében és erősítésében, saját egyházkerületében, egyházmegyében és gyülekezeteiben. Ihre Kräfte werden auch im Blick auf die hoffnungsvollen Veränderungen in ihrem Lande gebraucht. Die ungarischen Kirchen erhalten jeden Tag mehr Gelegenheit, ihren Auftrag frei und ungestört zu erfüllen. Wir begrüßen in diesem Zusammenhang auch das neue Gesetz Ihres Parlaments, welches sich für die religiöse Freiheit in Ungarn ausspricht. Az ön energiájára szükség lesz, ha azokra a reményteli változásokra gondolunk, amelyek az önök országában most végbe mennek. A magyar egyházak minden nap új lehetőséget és egyre több lehetőséget kapnak, hogy küldetésüket szabadon és zavartalanul betölthessék. Ebben az összefüggésben üdvözöljük az önök parlamentjének azt az új törvényét, amely kimondja Magyarországon a vallásszabadságot. Diese neuen Möglichkeiten erfordern mehr Anstrengungen von jedem Mitglied der ungarischen lutherischen Kirche, besonders aber von ihren Leitern. Unsere Verantwortung ist groß, das Evangelium, die frohe Botschaft zu allen Menschen zu bringen, die es früher nicht hören konnten. Für diese wichtige Aufgabe wünsche ich Ihnen, lieber Herr Bischof Sebik, Gottes Hilfe und Segen. Ezek az új lehetőségek több erőfeszítést igényelnek a Magyarországi Evangélikus Egyház minden tagjától, de különösképpen is vezetőitől. Ami felelősségünk igen nagy, hogy az evangéliumot, az örömhírt minden emberhez eljuttassuk, olyanokhoz is, akik korábban nem hallhatták. Ehhez a fontos munkához, feladathoz kívánok önnek, Sebik püspök úr, Istentől áldást és segítséget. In Namen des Lutherischen Weltbundes möchte ich auch den nun in den Ruhestand tretenden Bischof Dr. Görl Nagy herzlich Dank sagen. Az Evangélikus Világszövetség nevében szeretnék a most nyugdíjba lépő püspöknek, Dr. Nagy Gyulának is szívélyes köszönetet mondani. Besonders dankbar sind wir auch für seine wertvolle 9-jährige Mitarbeit in Genf. Különösen hálás vagyunk az ő 9 éves közös szolgálatáért, értékes szolgálatáért, amelyet Genfben végzett. Sie sollen wissen, dass der Lutherische Weltbund ihren wichtigen Beitrag und die Impulse schätzt, die wir von Ihnen als Theologieprofessor, als leitenden Bischof und in den letzten Jahren auch als Mitglied des Exekutivkomitees des Lutherischen Weltbunds erhalten haben. Szeretném, ha tudná, hogy a Lutheránus Világszövetség az ön fontos hozzájárulását és azokat az impulzusokat, amelyeket ön, mint teológiai tanár, mint püspökelnök, és az utolsó években, mint a Lutheránus Világszövetség végrehajtó bizottságának tagja adott, nagyra értékeli. Indem ich Ihnen weitere gesegnete Jahre im Ruhestand wünsche, möchte ich Sie zugleich bitten, mit Ihrer theologischen, wissenschaftlichen Tätigkeit nicht aufzuhören. Bereichen Sie Ihre Kirche und die weltweite Ökumene mit ihren Erfahrungen und mit ihrem weitreichenden Wissen. Amikor most további áldott éveket kívánok önnek a nyugdíjban, szeretném egyúttal arra is kérni, hogy teológiai, tudományos tevékenységével ne hagyjon fel, hanem gazdagítsa egyházát és a világot átfogó ökumenét tapasztalataival és átfogó tudásával. Auch dem neuen leitenden Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Ungarn möchte ich die Segenwünsche des Lutherischen Weltbundes überbringen. A Magyarországi Evangélikus Egyház új püspök elnökének is szeretném a Lutheránus Világszövetség áldás kívánását átadni. Bischof Harmati ist sehr bekannt und beliebt in Genf und im Lutherischen Weltbund. Harmati püspök jól ismert és szeretett Genfben és az Evangélikus Világszövetségben. Er hat viele Jahre sehr erfolgreich in unserem Genfer Stab mitgearbeitet. Ő sok éven keresztül igen sikeresen működött közre, dolgozott velünk a Genfi Stabban. Wir freuen uns, dass die ungarische lutherische Kirche wieder einen leitenden Bischof hat, der uns sehr nahe steht und der unsere Arbeit so gut kennt. Örülünk, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyháznak
megint olyan vezető püspöke van, aki közel áll hozzánk, és aki munkánkat jól ismeri. In der Person von Bischof Harmati sehe ich die Garantie, dass unsere bisherige gute und enge Zusammenarbeit auch in Zukunft fortgesetzt und verstärkt wird. Harmati püspök személyében látom annak garanciáját, hogy eddigi jó és szoros együttműködésünk a jövőben is folytatható lesz és erősödni fog. Diese Gelegenheit möchte ich heute auch dazu benutzen, der Theologischen Akademie der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Ungarn meinen besonderen Dank auszusprechen. Ezt az alkalmat szeretném megragadni arra, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház Teológiai Akadémiájának az én különös köszönetemet is kimondjam. Es ist mir eine große Ehre, dass Ihre Theologische Akademie mich mit dem Ehrendoktorat der Theologie ausgezeichnet hat. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Önök Teológiai Akadémiája engem a teológiai tiszteletbeli doktori címmel tüntetett ki. Ich sehe darin auch eine Schätzung der Arbeit des Lutherischen Weltbundes, der in den vergangenen Jahren versucht hat, mehr auf die Stimme der kleineren osteuropäischen Kirchen zu hören und diese Kirchen mehr als zuvor in die Gemeinschaft aller lutherischen Kirchen mit einzubeziehen. Ebben a megtiszteltetésben egyúttal a Lutheránus Világszövetség munkájának a megbecsülését is látom, amely az elmúlt években arra törekedett, hogy jobban hallgasson a kicsi kelet-európai egyházaknak a hangjára, és hogy ezeket az egyházakat jobban, mint azelőtt bevonja minden evangélikus egyház közösségébe. Lieber Herr Bischof Zebig, für Ihren neuen verantwortungsvollen Dienst wünsche ich Ihnen nochmals Gottes reichen Segen. Zebig püspök úr, az Ön új felelősségteljes szolgálatára még egyszer Isten gazdag áldását kívánom. Gebe Gott Ihnen Liebe, Weisheit, Kraft und Geduld für die vielen bevorstehenden Aufgaben. Isten adjon Önnek szeretetet, bölcsességet, erőt és türelmet az Ön előtt álló feladatokhoz. Als ein Zeichen unserer Verbundenheit möchte ich Ihnen einen der Kelche, die während des Abendmahls auf der 8. Vollversammlung in Curitiba, Brasilien benutzt wurden, überreichen. Összetartozásunk jeleként szeretnék egy kelyhet azok közül, amelyeket mi a 8. világgyűlésen Curitibában, Brazíliában, az urvacsora osztás alkalmában használtunk, átnyújtani. Mögen die Worte des Apostels Paulus im 2. Korintherbrief Sie begleiten, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er sei der Herr, wir aber eure Knechte um Jesu willen. Kísérjék Önt Pál apostolnak a szavai, amelyeket a 2. Korintusi levél 4. fejezetének 5. versében olvashatunk, mert nem magunkat prédikáljuk, hanem Jézus Krisztust, mint az Urat, magunkat pedig az ő szolgáit Jézusért. Tisztelettel felkérem dr. Paskai László, bíboros urat, esztergomi prímás érseket, szíveskedjék köszöntését elmondani. Őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntöm főtiszteletű püspök urat, a Római Katolikus Egyház részéről új szolgálatának a kezdetén. Az Északi Evangélikus Egyházkerület kiemelkedő ünnepén egyek voltunk az imádságban, Isten igéjének a meghallgatásában, a Szentlélek kegyelmének a kérésében. Jézus megígérte, hogy ahol ketten-hárman együtt vannak az ő nevében, ott ő is köztük van. Jézus nevében jöttünk össze, és hisszük, hogy megváltó kegyelmével, áldásával itt van közöttünk. Kérésem az volt, hogy teljesítse utolsó vacsorán tett ígéretét,
Szent Lelkét küldj el, aki megtanít bennünket minden igazságra. A Szent Lélek, Krisztus egyházának éltető lelke, legyen főtiszteletű püspök úr új szolgálatán, legyen erősítője, vezetője, hogy szolgálata révén erősödjék a hit, a remény, a szeretet, a krisztusi igazság fölismerése és követése saját lelkében éppen úgy, mint a gondjaira bízott egyházkerület közösségében. Sajátosan új körülmények között veszi át egyházkerületének a vezetését. Mélyreható változások vannak körülöttünk, amelyek reményt keltenek szívünkben jobb és szabadabb jövő építésére. De ugyanakkor sok kísértést is jelentenek, amelyek széthúzást, szembenállást, szeretetlenséget eredményezhetnek még az egyházi közösségen belül is. Jeleit tapasztaljuk, ezért a kísértést le kell küzdenünk. Aki a Szentlélekre figyel, abban a lélek gyümölcsei válnak fölismerhetőkké, amint erről Szent Pál apostol szól a Galatákhoz írt levélben, a szeretet, a békesség, a türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. A Szentlélek vezesse a pásztort, hogy a lélek gyümölcsei teremjenek meg szívében, és így szolgálja egyházát. A Szentlélek vezesse az egyházkerület híveit, hogy a lélek gyümölcseiben gazdagodjanak valamennyien. A mai körülmények között sajátos küldetést kívánnak meg mindenkitől, aki Krisztus hívének vallja magát. Amikor most egyházaink szabadon működhetnek, külön feladat, hogy szóval, de még inkább cselekedettel tanúságot tegyünk Jézusról, aki az emberek megváltója. Az elmúlt évtizedekben sokan eltávolodtak Krisztustól, vagy meg sem ismerték őt. A hívő lelkek feladata, hogy tanúságtételük által az emberek megismerjék az egyedüli igaz Istent, és akit küldött, Jézus Krisztust, és ezzel mindenkit segítsenek az örök életre. Imámban kértem, hogy főtiszteletű püspök úr szolgálata hatékonyan eredményezze egyházában ezt a tanúságtételt Úrunk Jézus Krisztus mellett. Végül eszembe jut a zsidókhoz írt levél intelme. Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik az Isten szavát hirdették nektek. Így emlékezem most az egyházkerület előző püspökéről, aki most szolgálatát átadja az új püspöknek. Sokszor találkoztunk és dolgoztunk együtt igaz keresztényi szeretetben. Isten szavát hirdette a gondjaira bízott híveknek. Sokrétű fáradtságos szolgálatáért köszönettel tartozunk neki. Szívből kívánom, hogy minden munkájáért Urunk szeretete legyen a jutalma. Jó egészségben szolgálja továbbra is Isten szavának a hirdetését és a lelkek üdvösségének a munkálását. A Szentírás szavaival köszöntöm az új püspök urat, a leköszönő püspök urat és a hívek közösségét. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kérem, Kürti László református püspök urat szíveskedjék köszöntését elmondani.
és szeretett püspök testvérem! A Magyarországi Református Egyház és annak Tiszáninéni egyházkerülete, valamint a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának nevében meleg testvéri szeretettel és szívből jövő áldáskívánással köszöntelek. Amint székfoglaló beszédetben utaltál rá, a Magyarországi Evangélikus Egyházat és Református Egyházat szoros szálak a reformáció öröksége kapcsolták egybe az évszázadok során. Az evangélium közös megértése az a legszorosabb kapocs, amely ma is egyházainkat összefűzi. Pál apostol arra kéri a gyülekezeteket, hogy amikor hálaadással és könyörgéssel Isten színe elő járulnak, imádkozzanak ő érte is, hogy adassék neki szó, és úgy ismertethesse meg az evangéliumot, ahogy kell, vagyis úgy tudjon bizonyságot tenni Jézus Krisztus evangéliumáról, hogy feltárhassa a Krisztus megváltó munkájának hosszúságát, szélességét, magasságát és mélységét. Az egyházak csak együttesen, egymással való közösségben képesek arra, hogy Krisztus evangéliumának minden dimenzióját feltárják Istennek a benne megmutatott szeretetéről az egész emberiség előtt bizonyságot tegyenek. A mai korban szükségünk van arra, hogy felmutassuk, mit jelent Krisztus evangéliuma az egyén, az egyház, az emberiség, de a kozmosz számára is, úgy, ahogy Pál apostol ezt a kolosséi és az efézusi levélben fölmutatta. Ezen az egyházkerületi közgyűlésen úgy voltunk itt jelen, a testvéregyházak nevében és képviseletében, mint akik átérezzük, hogy nostra res agitur, a mi ügyünkről is van szó, ahol Jézus Krisztus egyházában valaki tisztséget, azaz szolgálatot vesz át, ott a többi egyházak is imádságos lélekkel vannak, kell, hogy jelen legyenek. Hadd kérjek áldást püspöki szolgálatodra, a zsidókhoz írt levél gyönyörű imádságával, a békesség Istene, aki az örök szövetség vére által kihozta a halálból a juhok nagy pásztorát, ami Urunkat Jézust, tegyen készségessé téged minden jóra, akaratának teljesítésére, munkája benned, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Budavári gyülekezeted nevében köszöntlek, mint testvérünket és szolgatársunkat az Úrban. Egykori miskolci és budavári elődödnek, Dévai bíró Mátyásnak szavait idézem, aki Krisztus követőiről ezeket mondotta. Az pedig a keresztény, ki csak Istennek irgalmasságából, Krisztus Jézusnak általa várja bűneinek bocsánatját, Istennek kedvét és az örök mennyországot. És sem földön, sem mennyben nincs Isten előtt több reménysége a Krisztusnál. S aki életében Jámbor atyafiainak vagyon előmenetelére békességes, kegyelmes és irgalmas. Ezért imádkozunk, és ezt várjuk tőled továbbra is, püspöki szent szolgálatodban. Most pedig gyülekezetettől fogad szeretettel a 400 esztendős Vizsói Bibliát, és legyen Isten igéje erőd és örömöd minden napon.
gyülekezet nevében kívánom, hogy ez a könyv vezessen téged utadon, és akkor bátran követünk, bárhova mész. Tisztelt egyházkerületi közgyűlés, kedves vendégeink! A köszönet szavához érkeztünk el. Úgy gondolom, hogy az a kehely, amelyet a Luteránus Világszövetség főtitkára szimbolikusan ajándékként is átadott, jelzi azt, hogy kinek a nevében jöttünk össze, és kihez tartozunk itt ma mindannyian. Ahhoz a Krisztushoz, aki önmagát adta érettünk, ahhoz a Krisztushoz, akinek követésére együtt vállalkozunk. Ebben a Krisztushoz való közösségben éljük át, hogy tagjai vagyunk a Magyar Evangélikus Egyháznak, és így köszönöm Harmati Béla vezető püspök testvérünknek a biztató, bátorító és imádságú szavait. Köszönöm dr. Gunnár Stolzett főtitkár úrnak a meleg testvéri és együttmunkálkodásra felszólító köszöntését. Örömmel teszek eleget annak, hogy magam részéről a Luteránus Világszövetség nagy családjába beletartozónak vallja magamat, e szerint munkáljam egyházunknak a vezetését is. Köszönöm dr. Paskai László bíboros testvérünknek meleg, biztató, biblikus, ige alapozottságú köszöntését. Úgy érzem, úgy öleljük egymást a Krisztusban, miként a két imára kulcsolt kéz, és bizonyos, hogy Istennek is tetszik, és örömöt jelent, hogy katolikusok és protestánsok egy templomban együtt imádhatjuk az Urat, akár Esztergomban, akár itt Budaváron. Ökumenikus nyitottságomról szóltam a beköszöntő beszédemben, ezt csak megerősítem. És még egyszer köszönöm jelenlétét, köszöntő szavait. Kürti László püspök testvérünkhöz régi kapcsolat fűz, hiszen Miskolcon több éven át együtt szolgálhattunk. Köszönöm, hogy eljött, és az egész reformátusság nevében fejezte ki áldás kívánását. Bizonyos, hogy a protestantizmus nagy családja abban az igei örökségben tudja gazdagítani a kereszténységet, amely sajátosan adatott mindegyikünknek. Magam részéről készséges vagyok arra, hogy ezt az evangéliumi drága kincset, bűnbocsánat evangéliumát együtt hirdessük, együtt értsük, együtt adjuk tovább a rászomjazó lelkeknek. Kedves budavári gyülekezet, tudom, hogy most egy bizonyos szakasz lezárul, mert amíg eddig teljes erővel igyekeztem ennek a gyülekezetnek a szolgálatában állni, most egyházkerületünk másik 136 gyülekezetére iránt is elkötelezett lettem. Mégis hadd mondjam, köszönöm ezt a mai istentiszteletet, amiként megrendezték, amiként annak előkészítésében sokat fáradoztak, legfőképpen pedig mindazok imádságát, akik ma eljöttek. Budavára mellett Miskolcról, Komáromból, ahol szolgáltam, és szülőfalumból, a Győr-Sopron megyei Lébényből. Minden püspökiktatás mérföldkő. Engedjétek meg, hogy megemlékezzem e század elején szolgáló dunántúli püspök elődömről, Gyurács Ferencről. Azt mondják róla, nem volt telefonja, írógépet sem használt, és autóba sem ült. Mégis szerette a gyülekezeteket, végig látogatta őket, hirdette a Krisztus evangéliumát. Jelzi, egészen máskorban, másként, de ugyanazzal a belső tartalommal kell szolgálnunk. Bizonyos, hogy a technika könnyíthet rajtunk,
de időt rabló is, mégis egyet szeretnék, hogy abban a kontinuitásban, amelyben él az Anyaszent Egyház, az evangélium folyamatossága biztosítassék. Más képpen, más módon, de ugyanazzal a szívvel, és ugyanazt a Krisztus követve. Holnap okuli vasárnapja van, szemeim mindenkor az Urra néznek, mondja ennek a vasárnapnak a vezér zsoltára. Nézzünk együtt arra az Úrra, aki elhív a szolgálatba, akit követünk, és akinek áldó szeme bizonyos, hogy az örökké valóságba is elvezethet minket. E gondolatoknak a jegyében testvéri szeretettel hívom minden jelenlevőt, a közgyűlésünket bezáróan a hadtörténeti múzeumba, ahol a második emeleti ünnepi teremben testvéri együttlét lesz. Köszönjük a hadtörténeti múzeumnak, hogy készséggel ajánlotta fel dísztermét, hogy bennünket ott testvéri módon lássanak, vendégül fogadjanak, és kérem, hogy fogadják el hívó szavunkat. Ott még másik négy köszöntőt hallgatunk meg, úgyhogy közben ápoljuk a testvéri összetartozást. Imádkozó szeretetükbe, jó indulatukba ajánlom magamat, amikor szolgálatomat megkezdem. Tisztelt egyházkerületi közgyűlés, tisztelettel bejelentem, hogy a közgyűlést és Szebik Imre püspök urat táviratban és levélben számosan köszöntötték, kérem attól tekintsenek el, hogy ezt most felsoroljam. Az Északi Evangélikus Egyházkerület ünnepi közgyűlését ezzel bezárom. Felkérem, együtt énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.